Németh Szabolcs az elmúlt év tavaszán vette át a csapat irányítását, azonban a koronavírus járvány miatt akkor félbeszakadt a bajnokság. A 2020-21-es idényben aztán mind az Extraligában, mind a Magyar Kupában a legjobbnak bizonyult a Nyíregyháza, és a két megszerzett aranyérem tükrében nem meglepő, hogy a klub vezetése újabb szerződést ajánlott a fiatal szakembernek. Látva az egész éves közös munkát, és látva azt, hogy mennyire egy hullámhosszon pendül ő a csapattal, illetve mi is azt hiszem vezetői szinten vele, szerintem nem volt az kérdés, hogy egyértelmű, hogy szeretnénk, hogyha maradna. Természetesen egy edzőt leginkább az eredmények minősítenek, tehát első profi évében egy kupagyőztes és bajnoki aranyérmes csapatnak az edzője volt. Azt gondolom, hogy nem lehetett kérdés, hogy minden áron meg kell, hogy tartsuk, de természetesen ő is maradni szeretett volna, úgyhogy nagyon hamar meg tudtunk egyezni a folytatásról. Mint Németh Szabolcs elmondta, bár más csapatoktól is érdeklődtek iránta, számára nem volt kérdés, hogy Nyíregyházán dolgozik a következő szezonban is. Nagyon örülök, hogy folytathatom a munkát egy ilyen csapat élén, mert ahogy már idézőesen a székfoglalomban is elmondtam, egy ilyen csapatnak a kispadján nagyon nagy megtiszteltetés, főleg egy olyan pályafutással magam mögött, ami akkor még csak aktív sportolói pályafutás volt, igazából még így edzőként nem nagyon tettem le semmit az asztalra az előző szezont megelőzően. Én úgy gondolom, hogy jól sikerült a bemutatkozás, mind nekem, mind a lányoknak, ugye az elmúlt szezont nézve, és reméljük, hogy a folytatás is hasonló lesz. Ha edzőként még nem is, de játékosként már tapasztalta a tréner, hogy egy címet sokszor nehezebb megvédeni, mint megszerezni. Mindenki majd minket akar megvenni, mindenki a bajnokra fog pályázni, ez természetes, ez amikor játékos voltam akkor is, mind amikor én voltam a bajnok, vagy én mentem a bajnok ellen játszani, ez azért érezhető volt. Tehát megvédeni a címeket, leginkább a bajnokságban, az egy nagyon nagy előrelépés lenne, mert akkor az mutat egy edzői tartást is, egy tartást abban az elképzelt irányba, amit elterveztünk, illetve tényleg az, hogy a bajnokok ligájában én is megnézem azt, hogy a nálam jóval rutinosabb papíron, jóval rutinosabb edzők ellen én is mit fogok tudni nyújtani. Az már biztos, hogy a következő szezonban 6 játékossal nem dolgozik együtt Németh Szabolcs. A szlovén Najdic, a német Fus, a horvát Klarić, a puertorikói Ortiz Ruiz, valamint Lakom Zsófia és Varga Elizabeth is másütt folytatja pályafutását. Szerződés hosszabbított viszont a klub a jelenleg a válogatottal készülő Tóth Ruzsinával. A vezetők tárgyalnak a távozók pótlására kiszemeltekkel, reményeik szerint olyan csapatot sikerül kialakítani, amely mind a hazai, mind a nemzetközi porondon eredményesen szerepel majd.